amikor vízbe ugrottál, és tudtad, hogy lehet, hogy ez a utolsó mérkőzésed lesz? Nagyon nehéz, de igazából reggel kezdődött. Hogy reggel kezdtem el először gondolkozni ezen, hogy úristen, tényleg mi van, hogyha azt tudtam, hogy a Fradi pályán biztos, hogy az utolsó meccsem, azt nem tudtam, hogy még lesz-e utána, így sajnos úgy alakult, hogy nem. De ugye, ha visszamegyek egy kicsit az időbe, 31 évvel ezelőtt itt kezdtem 4 évesen a Fradibat megtanulni úszni, és milyen szép az élet, hogy ide sodort vissza, és egy ilyen óriási környezetbe tudtam befejezni, és ezt nagyon köszönöm a Fradinak. Nehéz volt eldönteni, de azt gondolom, hogy én mindent beletettem ebbe a vízilabdába, és többet már nem tudok. Rengetegen jöttek ki most itt az utolsó mérkőzésen. Igen, itt volt a, hál' Istennek, nagyon nagy a család. Itt volt majdnem 40 ember. Itt volt a kislányom, aki láthatott utoljára játszani. Most meg már én jövök, mert ő kezdett el vízilabdázni. Minden olyan ember, aki az életemben nagyon fontos volt, itt volt. Úgyhogy én így képzeltem el, így szerettem volna lezárni és az utolsó meccsemet játszani. Azért is hívtam őket ki ide a Fradira, mert ez nekem nagyon fontos. És most még azért lezárjuk egy szép vacsorával ezekkel a nagyon fontos emberekkel, akik ma itt voltak, és a családomnak, és még engedd meg, hogy nekik is megköszönjem, édesapámnak és édesanyámnak, mert nélkülük biztos, hogy nem sikerült volna ez a szép pályafutás, mert azért nagyon sokszor, nem azt mondom, hogy mellékvágányra kerültem, de hogyha nem álltak volna ott mellettem, akkor biztos, hogy nem érek el ilyen szép sikereket. És azt gondolom, hogy ezt a pályafutást, ezt a úszodában eltöltött 31 évet vízilabdával kapcsolatban, meg majdnem 25 évet, azt gondolom, hogy ezt már nem lehet csúnyán lezárni. Mennyire elégedett Gerendes György ezzel a bajnoki negyedik helyezéssel? Hát ha abból indulunk, hogy ez volt a minimum cél, és igazából a reális cél, akkor úgy gondolom, hogy az elégedettség megvan. Ugyanakkor ez egy olyasmi, mint egy gyümölcs. Tehát az a gyümölcs is már hiába néz ki jól, annak még érnie kell. Tehát ez egy olyan csapat, aminek érnie kell mindenképpen. Mit mondott itt a mérkőzés végén a lányoknak? Lehet esetleg tudni, el lehet mondani? Hát nagyon egyszerű. Én azt mondtam, hogy megköszöntem nekik az egész évet. Én úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy ez az első év volt a Fradinak, mert Fradi női póló tulajdonképpen 3 éve van. Azt szeretném, hogy a lányokba az a hit, ahogy nekiálltak az egész évnek, és ahogy csinálták, az tulajdonképpen megmaradjon, és ha ezen túl vannak, akkor álljuk neki a következő évnek, hogy ne legyen a jövő helyen, hogy nem állunk a dobogóra. Felejtetted el. Május 22-ig még leadhatod. 1% az utánpótlásunkért. Támogasd a Fradit! Támogasd adód 1%-ával az Albert Alapítványt. 1% egy cél, 1000 tehetség. Hey you. Hey.